Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a Szent Anna és Sámuel Gimnázium és Szakközépiskolában. Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter tett látogatást most igazgatónál. Mi volt a megbeszélés tárgya? Folytatódik a Szent Annai Középiskola fejlesztése. Egy elmúlt évi pénzmaradvány, mintegy 430 millió forint lehetővé teszi azt, hogy az intézmény kollégiuma megújuljon, energetikai fejlesztésekre kerüljön sor, gépvásárlásokra, egy kombájnak a vásárlására, és ami különösen fontos, hogy egy olyan minimalom, illetve olajprés üzemnek a kialakítása fog majd megtörténni, ami lehetővé teszi azt, hogy készterméket állítson elő az iskola, illetve hogy a képzésben is erre a profilra, erre a lehetőségre minél nagyobb hangsúly kerüljön. Hiszen ahhoz, hogy ma Magyarországon korszerű agrárképzés legyen, tanterületek, gyakorlóterületek, gépek és tanműhelyek is szükségesek. És a mezőgazdaság akkor lett eredményes, hogyha készterméket állít elő, amit piacra, vagy akár az intézménynek a konyhájára is föl lehet használni. Ezt pedig itt az intézmény falai között el lehet majd sajátítani. Ez a fejlesztés része annak a programnak, ami még az önkormányzati fenntartási időszakba kezdődött, és a lényege az, hogy akkor egy nagyon szép tanügyi épület készült el, és most a iskola többi részén is folytatódnak majd a munkálatok, elérve azt a célt, hogy a karcagi intézmény európai hírű és európai szinten fejlesztett intézmény legyen. Azt hiszem, hogy vannak még célok, hiszen beszéltünk korábban is arról, hogy az agrárképzést is szeretnék erősíteni, és ez már ennek az első lépése, hogy itt a gyerekek megtanuljanak minden olyan új technikát, amivel szembesülnek, hogyha innen kikerülnek. Az agrárprofilok erősítése a cél, és a mezőgazdasági technikus képzésben komoly perspektíva van. Jelentős az érdeklődés is, és ma az intézmény egészen távoli területekről is beiskoláz, ehhez kell kollégium fejlesztés is, illetve a legkorszerűbb mezőgazdasági technikáknak az oktatása, elsajátítása. Akkor szerintem fogunk mi még erről beszélgetni, és reméljük, hogy minél hamarabb újabb jó híreket tudunk bejelenteni nézőinknek is. A beruházások ebben az évben megkezdődnek, és én bízom benne, hogy jelentős részük be is fejeződik. Köszönjük szépen! Köszönöm! Gyökeres Sándor igazgatóval beszélgetünk, hiszen itt miniszter úr már néhány dolgot kiemelt abból, hogy mi minden fog itt megtörténni, de kérem konkrétan mondjuk el nézőinknek, hogy mi valósul meg az iskolában. Az iskolánk egy nagyon komoly fejlesztési lehetőséget kap ebből a pénzmaradványal, amely 400 millió forintot meghaladja. Ebben elsősorban a kollégium fejlesztésére gondoltunk, mint épületfejlesztésre, amelynek a energiaköltségei csökkenteni azzal, hogy egy nagy méretű szalmabálákkal tudnánk benne tüzelni, vagy tudunk benne hőt termelni, illetve a fejlesztés másik része pedig a belső átalakítás, belső korszerűsítés. Egyre több vidéki tanulónk van, sokan érdeklődnek az iskola iránt vidékről, és a kollégium bővítése miatt elkerülhetetlen. Szerencsére elég nagy méretű, és vannak nem használt, eddig nem használt területei, ezek kerülnek most átalakításra, és bevonásába ennek a kollégium elhelyezési célokra. A tanépületünknek egy nyílászáró cseréje, ami szintén energiatakarékossági célokat szolgál, tehát a gáz fűtőanyagként történő felhasználásának a csökkentését. Épül egy olyan üzemegység is, amely tulajdonképpen egy mezőgazdasági termékfeldolgozással foglalkozik, és az agrár képzésünk kiegészítéseképpen szolgáltat gyakorló helyet a tanulóinknak. Ebben lesz egy gabonavizsgáló labor, egy minimalom, egy csomagoló üzem, illetve egy növényolajprés, amely szintén a megfelelő kiszolgáló helyiségeivel együtt egy jelenlegi épület átalakításával kerül kialakításra, természetesen a mostani szabályoknak megfelelően, tehát minden hatósági engedélyt meg kell hozzá szereznünk, hiszen élelmiszeripari terméket állítunk elő, akár az étolaj, akár a liszt, de ezekhez kapcsolódó száraz tésztagyár részegységét tekintjük. Ezzel párhuzamosan egy nagyon komoly gépfejlesztés van, hiszen ennek a 430 millió forintból mintegy olyan 150-160 millió forint gépekre kerül, gépbeszerzésekre fordítunk. Ebből egy aratócséplőgép és számos olyan műhelyfelszerelés kerül beszerzésre, amely a mezőgazdasági gépésztechnikusainknak a
a minőségi színvonalas képzését biztosítja egy komoly műhelyrendszer összekapcsolásával, kialakításával. Akkor ezek nagyon szép feladatok, és mikor kezdődnek a munkálatok, mikor tudunk arról beszélni, hogy ez meg is valósult? Remélhetőleg ebben a naptári évben ez megkezdődik, és hát a vége a munkáknak az a különféle közbeszerzési eljárási eredményektől függ, kik milyen határidővel tudnak feladatot vállalni ebben, és hát ezt még nem látjuk pontosan, mikor fejeződik meg, de meg fog kezdődni, és meggyőződésem, hogy ebben az évben egy része befejeződik, a többi pedig kicsit áttolódhat a következő év elejére. Akkor jó munkát, és minél eredményesebb és gyorsabb közbeszerzést kívánunk Önöknek, és vissza fogunk akkor térni, hogyha elkezdődnek ezek a munkálatok. Köszönjük szépen a lehetőséget és a jó kívánságokat is. Mi is köszönjük.